A 30 éves kommunista múlt, a magyar dolgozók hatalmas pártja kezesség arra, hogy szilárdan és keményen haladunk tovább a megkezdett úton, a magyar dolgozónép a nemzetközi proletár felszabadulás szolgálatában, az emberiség jobb jövője, a szocializmus, a kommunizmus felé. Talán akkor jobban elviseltük, de akkor is nagyon sokat meditáltunk, töprengtünk, mert ez volt a Rajk leleplezésének, a Rajk-pernek az ügye, az ideje, amelyet mi elhittünk. Én elhittem, hogy itt valamiféle őrületes összeesküvés, nemzetközi összeesküvés folyik a kommunizmus, a Szovjetunió ellen. Miért ne hittem volna el, ilyenre volt már példa a történelemben, és elképzelhető volt, hogy a nagy győzelem után mostan beépítenek ellenséget. Speciál Rajk olyan rokonszenves volt, és annyit tett a Madisz érdekében, a népi kollégiumok érdekében, hogy furcsa volt a Rajk személye, de hát végül is Rákosinak, Révainak, Gerőnek hinni kellett. Vagy hittünk. Már a Láncos Kutyán időszakban vagyunk, 48 nyarán, amikor kérdeztem, hogy de főtiszteletű uram, mégis én otthon akarok maradni, nem maradok itt kint. Miben reménykedjünk? Mikor lesz itt változás? Akkor a bölcs öreg piarista azt mondta, hogy édes fiam, én nem tudom megmondani, hogy 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva, de biztos, hogy lesz változás. Hát az utóbbi satszolásában volt igaz, hogy 50 év múlva azért. Tehát mégiscsak bölcsen tanácsolta, hogy ne a kintieket szaporítsam, hanem jöjjek haza, és itt dolgozzam. Pártunknak, a magyar dolgozók pártjának minden tagja legyen büszke arra, hogy öntudatos, harcos katonája lehet a világot felszabadító kommunista mozgalomnak. Egyértelmű volt az a képlet, hogy kötelező a marxista-leninista álláspont. Bemapó és Kossuth népe, menjünk együtt kéz a kézbe, aztán meg a megújuláshoz új vezetés kell, valami ilyenek voltak, Nagy Imrét a kormányba, aztán azt tudom még, hogy valami ilyesmi volt, hogy munkás parasz gyerekek, együtt megyünk veletek, meg valami ilyesmi, hogy is volt az, hogy nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon. Amikor ezeket a jelszavakat fogalmaztuk, eszünkbe se jutott Piros László, ezt higgye el nekem. Akkor már előhozták, a raktárban ott volt május 1-éről egy nagy transzparens Ötvös Loránd Tudományi Egyetem. Tóth Zoltán fontos személyiség volt, már a Történettudományi Intézetben is, amelynek kezdettől, illetve még az elődjének is már tagja volt, és az egyetemen is, amelynek dékánja volt 53 és 56 között. Nem mellékállásban, hanem eredetileg ő református teológus, papi ember volt. Annak ellenére, mint tudós, az erdélyi kérdésnek a tudós kutatója, nélkülözhetetlen szakember volt. A Tóth Zoltánnak nagy érdemei vannak, hogy 53 és 56 között új tanárok bevonásával, egy más szellem megteremtésével tényleg egy megbékélés fele vitte az egészet. Aztán a dékánságnak köszönhette azt, hogy mártír halált kellett neki halnia az Akadémia utcai pártház előtt az utcán. Hogyha rágondolok, időnként még lelkiismeret furdalásom is van, mert azon a bizonyos október 25-én, amikor ő a küldöttséggel bement a pártközpontba, eredetileg én voltam jelölve ebbe a küldöttségbe.